Székesfehérváron folytatódott a Magyar Tenisz Szövetség által szervezett Kinder családi nap, amelynek a Bregyó teniszklub adott otthont. A nagy érdeklődéssel várt eseményt Cserkakovics András polgármester nyitotta meg, aki maga is nagy teniszrajongó. A városvezető köszöntőjében megerősítette, a tenisz egy olyan fontos közösségfejlesztő sportág, amely minden korosztály számára különleges élményt nyújthat. Az a célunk, hogy minél többféle sportágot lehessen Fehérváron magas szinten űzni, és ez egészen gyerekkortól kezdve lehetséges legyen. Azt hiszem, hogy a tenisz az erre nagyon jó példa. Két kiváló klub működik, most pedig itt vagyunk azon belül az egyikben, a Bregyóban, és egy nagyon jó kis gyerekeket megszólító kezdeményezés indul. Nyilván jönnek itt már olyan gyerekek és fiatalok, akik nagyon jól játszanak, jönnek olyanok, akik most ismerkednek ezzel az egyébként gyönyörű sportággal, és lehet, hogy itt kapnak kedvet ahhoz, hogy teniszezzenek. Csilla, a Magyar Tenisz Szövetség főtitkára úgy fogalmazott, egy ilyen népszerűsítő rendezvény kiváló lehetőség arra, hogy minden korosztály megmérettesse magát és megszeresse ezt a játékot. Kiemelt célunk a Magyar Tenisz Szövetségnek, hogy a gyerek teniszt, az utánpótlást teniszt támogassa, ezért is nagyon fontos számunkra ez a rendezvény, és igyekszünk minél több gyerekrendezvényt, utánpótlás és a teniszt népszerűsítő rendezvényeket vidékre vinni. Minél többen ismerhessék meg a sportágat, minél többen játszanak, és nagyon fontos, a kísérő szülők, vagy a kísérők, a testvérek is bekapcsolódhassanak a játékba. A házigazda Tóth Judit Bianka örömének adott hangot, hogy városunkban is egyre többen szülők és gyermekek is hódolnak a fehér sportnak. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy jelentőséggel bír, hogy a családok, a generációk együtt dolgoznak, játékosan, együtt tanulnak, együtt versenyeznek. Lesz a rendezvényünkön egy kis alapképzés, három szintéren, majd utána egy mini házi bajnokságot fogunk játszani. Nagyon fontos, hogy apa, anya, nagymama, nagypapa együtt élvezze ezt a játékot. A tervből valóság lett, nagyon sok szülő és gyermek vett részt a programon, és természetesen a teniszklub azt várja ettől az eseménytől, hogy egyre többen választják a teniszt állandó sport tevékenységül a jövőben is.